Ugye nem az a bajuk, hogy néztem a közvetítést. Nem, hanem, hanem mivel meghívottak vagyunk, igen, ezért nem juthatunk tovább. Úgyhogy ez jóló. Ja, hát értem nyilván, mert hogy minket nem kell számítani. Nem úgy értem, hanem hogy mi nem fogunk holnap már játszani semmiképp. Ja. Egy, ez nem akkora nagy baj. Kettő, nem tudom mi a kettő. Ez a repülő, ezt látod? Nézem, igen. Ugorjunk ide. Akkor külön ugrunk? Jó, menjen a külön ugrás. Jó. És beférgüljük magunkat valahogy a körbe. Ja, amúgy ezen gondolkoztam én is az izén, hogyha mi bejutunk, akkor nem foglaljuk valakinek a helyét. Ezen valószínűleg ők is gondolkodtak, igen, de nem... Igen, szájt kérdezett tőlem, hogy minek játsszuk, hogyha már bent vagyunk. Jó. Ja. Hát jó, csak akkor jókor jönnek rá erre. Igen, jobb lett volna ezt előbb tudni, de nem baj. Ja. Majd nem úgy előbb tudni, hanem hogy akkor nem kellett volna elindulnunk egyáltalán. Azért nekünk ez jó, mert gyakoroltunk, csak... Hát jó, csak így egy csapat, érted? Mert, hogy... Már az első fordulóban mondjuk a 21-et, most... Jó, de olyan szempontból akartál, vagy nem volt gond, hogy elindultunk, hogy promózzuk a kupát, érted? Ja, értem. Hát én promózom, téged ahogy néztem. Hát jaj. Csak ott elj, köszönöm szépen a csíreket. Bevasz! Oké. Figyeltem amúgy. Roki csoki. Remélem, hogy nem ugrik senki, baszk. Öten vannak mellettem, no para. Kodi, valaki most ugrott, most nyitnék, és nyitott. És Lipovka, hogy menjél el? Önnik, megpróbálom. Ez hülye. Ez hülye. Zulul. Vannak már új egyenlő skinek? Igen, hát egy, a bengáli tigris. Ha már látok itt egy duót, aki azzal megy. Ja. Nem is tudom, nem is volt olyan sok pénz elvileg. Pénzes. Nem nyitós. Vagy itt mindenhol vannak. Igen. Ez egy kibaszott szemétjáték amúgy. Sokkal könnyebben kiszámítható az izé. Esve. Sose tudod, itt mindenhol Sarga mindenki. Sarga most ütött el. Ezt lehet tudni? Most alapból kevesebben vagyunk, már nem is indultak néhányan. Lehet, hogy valaki ma úgy érzi, hogy nincs esélye, és akkor... Ja... Mondjuk ez igaz. Jaj, igen, Vikoca és Sikmen, köszönöm szépen a követéseket. Köszönöm szépen a cheert még egyszer. Yolo és Csakotály. Csakotály úrfi. Még egy ezres maszki. 2000 bit. Köszönöm szépen. Nagy lelkűségedet és kedvességedet. No. Biztos vannak olyan csapatok, akiknek nagyon sok pont kell, tudod? És akkor most YOLO. És hát ha hamarabb meghalnak, tudod? Szólj, hogyha bajba vagy. Na, épp ahhoz vezetsz jól. Hajdihó faszopók! Endre, köszönöm szépen a követést. Aj, ne! Mi az, vannak a... Rossz irányba megyek, nem, mert ja, nem itt van a kör. Lootolni nem baj, hogyha van kocsit, és jó kocsit van, akkor nem baj. Akkor egyáltalán nem bosszasz. Még miatt megkérdezik, direkt cseréltem a 3-as táskát. Hajdihó faszopók!
autót, most bent vagyok csak. Azt lehet tudni, miért kifele futok én is a körben. Mert egyszer szugrál a kört megint, hogy rám szűküljön, köszi. Oké. Szájé szerint mind a háromban ő halt meg először a szerveren. Az jó. Nem lenyúlják a kocsimat. Komolyan itt van egy drop előttem. Több dolog történik egyszerre. Pedig azt amúgy mondani is akartam, hogy két ott a dropot, hogy légvonalban nagyjából jó irányba volt hozzád. Nem mondom, hogy legokosabb dolog, hogy ránézek. Nem mondom, hogy legokosabb dolog, hogy kifele futok a körből lootolni, úgyhogy nincs szükségem rá. De hát Kodi, minket nem az eszünkért szeretnek. Hajdi hó, faszapók! Már jönnek is. Milán és Robi, köszönöm szépen a... Pap, Robi, ajaj.
Jött egyedül ez a kis macsa. Robhoz. Szia Robi. Ismerős neved. Srácok, kérem majd a BL eredményt, hogyha gól van. Hát ez a VS és ez jól megy. Sniper rifle. Várj, erre fel tudom lakni ezt is. Jó, ja, nem buta vagyok. Kérlek, ne szűkölj messze, kérlek, ne szűkölj messze, kérlek, ne szűkölj messze. Kérlek, ne szűkölj messze. Jó, de szó... Oké. Ja, én haltam különben, csak mondom. Ja, oké. Hát a feleset tudsz futni. Elvitték a másik kocsimat is, egyiket lenulloztam. Megint ide esik egy drop hozzám. Az megint nálad esik, baszki? Ide egy igen. Törtölő, bassz, meg. Már két füst ott van körülötte, és már valaki szedi fel. Folyjon, keresd egy hajót, az... Az különben az lesz. Én láttam is hajót idefele jövet, úgyhogy... Igen, az nem lenne szar. Főleg, hogyha rászűkül a vizes városra, bebújsz az egyik házhoz, behozol minket. Remélem a közep... vagy remélem még lesz víz a körbe. Hát épp hogy. Jaj. Megijesztettem saját magam. Ha egy jobb scope-val lehet, hogy... egy jobb skill-lel. Minek neked skill? Ha megvan a csónakom. Nice. Hát... a ruins olyan szempontból jó neked, hogy sok a fedezék, tehát hogyha elkezdenek rád lőni messziről. De ez jó, jó, hogyha korán megtalálod azt a hajót, mert... még mielőtt a többiek rotálnak, az előtt kell neked. Úgyhogy az a durva, hogy mindent kilootoltam. Itt, ami gatkai mezőn van, gatkát kivéve mindent lootoltam. És nincs jó lootom. A sárga valószínűleg vannak, mert oda mentek egy autóval. No mindegy. Ja, nincs kamerám és nem szól a chat, baszki. Most már értem, miért nem mentél neki egy másik hajónak, hát nem lehet ebből kilátni. Ja, ugye? Most ez szemétjáték. Meg utána a pick-up-pal is rámentem a bugidra. A ruin szélén.
Az a baj, hogy ugye van ez a három ház itt előtted, hogyha majd erre fele szűkül a kör. Nehéz úgy átmenni, hogy ne konfrontálódjál. Ja. Most először megnézem, hát mi van. Valamelyikünkre szűkülni fog szerintem. Ha csak nem pocsinkire szűkül, és akkor mind a ketten nyaljuk a sót. Lényegében. No, se baj. Mennyi házat lootoltam, és ennyi izén van. Tudod nézni a mapot? Lejelölöm, hogy miket lootoltam, figyelj. Igen. Ezt, 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 ezt és ezt. És egy VSS-em van, és egy AK-m. És egy heal, egy first aid és két energy. Ebbe az összes házba, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Egy kocsi, egy kocsi, egy kocsi. 15 ház. Megy tovább, 2. 15 ház. Két kocsi megy az úton is. Hozzám is jön, hozzám is jön. Én megtaláltam a spotomat, én innen nem mozdulok. Oké. Okay. Nekem sajnos kell. Nyilván rá cükül és nem rám. Ezt látod, hogy innen hogy tudnék kijönni kocsi nélkül? De figyelj, bekerítettük őket. Flank. Nem tudom. Jól látok egy embert. Nem, de hozok neked. Az olyék is indultak a kupán. Volt, hogy egy helyre ugrottunk, de ők leléptek. Biztosak volt. Zsíros kenyérre találkoztam. Bent kempelt egy házba. Meghalt a társa már. Baszki. Minden ajtó nyitva volt, csak egy nem. Volt egy kocsit, tesó, hol raktad a kocsidat? Az van, hogy van itt mellettem egy ember. Mennyire közel? Lelőhettem volna, csak nem figyeltem. Baszki. Kettő. Baszki, Kodi, nem hoztam, hogy bassza meg. Elmentek. Baszki,
Kodi, Elmentek milyen ide. vagy? Milyen vagy, Elmentek. baszd meg? De Esztivel beszélgettem. Kibaszott rip. De nem baj. Nem tudják, hogy itt vagyok szerintem. Baszd meg, én azt hittem kocsi hajott ide azért. Zsíros kérdés. Jön le valaki a templomhoz. Lehet, hogy jobb, hogy nem lőttem. Ez a baj, szerintem nekem most kell rotálni. De... egy nem mez... a legjobb helyen van. Látod? Látod, hogy mit csinálok, Kodi? Te ezt látod? Ja. Hát abban reménykedem, hogy... őnek. Nem, nem az... baszki, az... oké? Okay. Van baj. Neked is van? Közel vannak? Közel, két oldalról, és oda kell mennem, ahol vannak, úgyhogy kb. Rip. Nem tudsz körbe menni? Mondjuk a ázott városra kerülni a parton? Arra megy egy csapat. Ott város fele megy egy szerintem, tehát valahol itt vannak. A templomban tuti vannak, és mögöttem is vannak. Elmenjek ért a kocsival? Ne. Szerintem te majd megsúnyogom magamnak. Valahogy. Biztos, hogy a kékből fogok jönni. Én ezt a környéket nagyon nem szeretem. Én itt meg fogok halni, Kodi. Üzenem mindenkinek, hogy én megpróbáltam, srácok. Ott a templomnál, ez jó. Látom sok templomosok van. Mellettem a sárga házakban vannak. Oké, okay. Haltam, szavasz, okay. Észrevettek. És nincs onnan kiút, mi? The fuck? Nincs, letartanak a rom tetejéről. Légy szív, legalább egyszer hibáz. Nem hibázik, basszus. Preda még él? És tölte meg azt a squadot, aki amúgy negyedik összesített be. Sárga házaknál három duó van itt, ahol most vagyok. Sajnos nem lehet lőtt mellé. Három túl van itt ezekben. Ez jó. Öt ház, és ebből szerintem kettőben vannak még rajtam kívül, amikor ide jöttem, már volt mocorkás, és most időben csapódott egy óhaz, vagy valami. Hú, de kellett az, hogy lelőjem zsíros kenyeret. Na, nézzük a szűkülést. Így jó, megint behozod a csapatot. Hát próbálkozok. Próbálkozok most ez a szűkülés. A ságákban nekik nem kell mozogniuk. Az a lesz a legjobb, hogy a ságák azok nem tolják rám. A hátulról nem nagyon jöhetnének, szemből meg még van elég hely. Hát a fasz se tudja.
Azt gondolom, utána offolod, ugye? Igen. Akkor holnap se kell. Hetek fodrászhoz már rám fér amúgy. Baszki, jön egy negyedik autó ide. Már csak 20 alive. De megint úgy kéne, hogy 10 alive legyen, amikor lelőnek, akkor van esély arra, hogy mi leszünk az elsők. Ja. Az olyan top 6-7 lenne a rank. Az olyan... A harmadik már 235 pontot kap? 252-240 és utána 5-ös éve csökken? Vagy még a harmadik is? Ah, be kéne hozni valahol. Top 5-be kéne hozni ahhoz szerintem, hogy ezek az első helyet megtartjuk. Az meg 10 alive legalább. Most olyan top 12 van. Hát 12-13, ja, sőt. Freda is még egyedül van szerintem. Legalábbis úgy láttam, hogy ő még élt. Freda nagyon ügyes amúgy. Ja. Nagyon durva. Amit így nagyon gyorsan felkapta a játékot, nem tudom. Sokat játszik amúgy? Szólóban vagy nagyon másokkal? Sokat is játszik, meg egyedül is, meg nagyon sokat duózunk. Ja, aha. Mert szoktam látni, hogy csomó íze felvételetek van. Sosem tudom, hogy igen. Tehát múltkor egyedül lehozta 13 kill-el. Ja, azt látsz, igen. Az a vektoros, nem a vektoros. Ja, de a vektoros. Azért mondom, hogy nagyon durva meg. A múltkor is indult szerintem egy ilyen kupán, nem valamelyiken. Igen. Ezt lehet tudni. Jó, most kempelek itt 5 perce ebbe a pozícióba, úgyhogy nem nyúlok hozzá az egérhez meg a billentyűzethez. Mert stream most ért utol. Beírtam nekik, hogy ha nyerek, akkor valaki kipótolja a donation gold. Írta Oli, hogy majd Kodin, mert valamennyi csak hozzá kell tennie ehhez. Nem, de annyira random. Most tudom, mit csináltam? Elcsortam egy Dacia-t, amit találtam valahol. Aha, és azzal egy dombol, jöttél. És azzal jöttem, és bejöttem a kör közepébe. Ugyanaz, mint a... amit az, a Vinnél csináltam. Ez ugyanaz volt. Ott is találtam egy Dacia-t. Hát igen, ez itt a gyalogrohangászás, az... Igen. Az, főleg, hogy olyan sokan vagyunk, hogy szinte mindent letartanak. Igen, minden hát, tehát igen. Mint kis turetekben az meg, vagy kis security kamok. Most remélem a Ruinsból, hogy csak együtt jönnek ki a csapatok, akkor ott lesz mészárszék. Lesz. Ott biztos van még egy három duó. Itt a domboknál biztos van még egy duó. Nálad van ugye három. Igen, szerintem már az a nagyjából meg is fogjunk. Ha. Jó, csak jön a kék. Ha ez bejön, akkor életben lesz. Szerintem még 13. Szerintem meg 10. Ruinsba, remélem, hogy Ruinsba két duó, és akkor egymásra látnak, csak úgy is tudnak, mert ott egy csomó ilyen domb van, meg nem tudom, tehát tudnak úgy rotálni, hogy... Úgy ez jó nekik. Miért nézik százan, hogy nem mozdulok? Konkrétan ugyanott van a célkereszt még mindig 5 perce. Látod, nem nagyon találják az embereket. Hú, ez közel van. Azon gondolkozok, hogyha nem leszek benne a körbe, akkor csak hílelek a kékbe. Vagy? Lol. Vagy Dacia-val kéne betolatni. Nagyon durvát csevez. Igen, nagyon durvát csevez meg. Csak, ja. Fel kéne mérnem, hogy... Erre lő kávé, nem? Mert biztos van egy spot, ahol ilyen kis mélyedés van, sehonnan nem látnak be. Hát, csak úgy fog rám szűkölni. Nem értem ezt a 15-öt. Ja. De most a ruinszosok talán. De nem, mert ez AK spray. Gyerünk! M16. Suppress. Nézd meg! Senki. 5 euró, ha nyersz. Az fel. Egy kill. Érted? És az is egy nok még csak. Hajdihó faszopók. Nagyon durva. Nem felszedik. Hát ez egy érdekes kör.
De ebből kiindulva, hogyha ez beszűkül, 10 lesztek még életben legalább. Igen. Lehet, hogy három házban vannak mellettem, vagy lehet mind a négy vannak. Tengerszám, köszi a donéten. Hát... lehet jelentkezni a izé sorsolásra. Ugye itt alattam van egy ridge. Igen. Igen. Hát... de ott érted, ott egy squat fél el, vagy egy dó. Hát csak itt, tudom, nem. Itt van-e egy domb, vagy valami, tudod, egy nagyon kicsi mélyedés, egy ember magasság plusz 30 centi, ami fölött nem látnak el. Á, nem tudom. De akkor lehet, hogy tényleg négyen vannak itt, izé, squat, vagy mi dó. Jonathan, ha nyersz, megy a szab. Hát ez hülye. Vinenként egy sör. 5 euró, ha nyersz. Megvan a döntőbe jutás, ha minden igaz. Hát azt szerintem már megvan. Ez 1 kill volt. Hallottam 17 ezer lőszert kilövést. És 1 kill. Kíváncsi vagyok, hova fog szűkülni. Talán a házamnak az egyik része még bent lesz. Csak ez az egyetlen jó szoba, aminek nincs ablaka. Hát mindegy. Mondom, 10 alive alá kéne menni. Nagyon vicces ez. 2, 4, 6. Szinte minden izébe van valaki. Ide házba, és ennyi a kérdés. Biztos amúgy. És még messze van a kör ahhoz, hogy ránk tolják. Mondjuk azt mondom, a ridge-en fel tudnak jönni. És az én házam az ilyen különálló. Érdekes. Az a baj, hogy ez 5 perc delay kevés, mindenki tudja, hogy merre vagy. Ez igaz, de nem hiszem, hogy... mármint, hogy érted, az 5 perc delay megy a Fusion-nek a streamén is, tehát mehetne a második monitoromon nekem a Fusion-nek a streamje, és látnám, hogy ki az, aki mellettem kempel, és hogy hívják, és melyik szobában vannak, és mit tart. Tehát ez benne van, amikor nem 35 perces delay van, akkor jó, nem azt mondom, hogy 30, de 10-15 perc azért szokott lenni a nagyobb streameken. Ja, pont benne van még. Ez az utolsó kör? Ez az utolsó kör. Igen. Igen? Lehet. Volt komit ekkora lett volna. Most pozit váltottál, most nem tudják, hogy hol vagy. Nyomik. Csak nem akartam, hogy... nézd, 11 live egy ekkora körbe. Igen, ezt mondom, hogy minden házban vannak. Ezt lehet tudni. Van 5 gránátom. Flashbang. Aha, Cségó. Baszkia. Az aug. Ez csere volt. Nézd, az még mindig 2 szóló legalább. Lehet, hogy konkrétan 9 szóló van bent, jelenleg. Még itt, tehát... áh! Ha csak úgy számolunk, hogy van 2 duó, még akkor is 6-ak vagyunk. Ezt lehet tudni? Pont a kör közepe lesz a vége. Igen, ez mindig, mostanában mindig úgy van. És 11 másodperc. Igen. Aha. 7-en értek az utolsó körben.
Hajdi, hol faszokó! Negyedik. Szép volt. Hát egy kill. Ki nyert, nem látom. Ki az? Csarga? Csargaik nyertek? Ők nyertek az elsőt is, nem? Nem azt mindjárt. Ebből sokat látok. Ja. Igen. Hát, negyedik hely. Első, harmadik, negyedik. Ez mennyi? 234 pont. Hát... akkor nem lesz meg az a pontszám, mint a másik elődöntőből amúgy. Ja, lehet, hogy elszámolom. Tudom.